Szeretettel köszöntök mindenkit a mai darma beszédünkön, és egy gyönyörű esős évszak közepén vagyunk. A 2000-es év fordulója után 14 olyan nyarat mértünk, illetve évet, amely minden korábbinál melegebb volt, és ez csak folytatódni fog. Úgy tűnik, hogy az emberi karma is ugyanígy forr, és egyre nehezebb egyre nehezebb csendben lenni, egyre nehezebb tiszta tükörként működni. Mindenki, aki akár egyetlen interjún is volt, az tudja, hogy ezt a tiszta tükörszerű tudatot meg lehet érezni egy másodperc alatt, és utána esetleg egy életen vagy több életen keresztül kell gyakorolni ahhoz, hogy igazán működjön és igazán a miénk legyen. Hallottunk egy nagyszerű bevezetőt, kinek van kérdése a gyakorlatta, az élettel, a zen és a mindennapok kapcsolatával? Énekeljük elég gyakran a szívszutrát, és szeretném, szeretném megkérdezni, hogy mit is jelent az a, az a meghaladó bölcsesség, és hogy hogy is kell azt használni, vagy kell-e használni. Itt van ez a templomi terület. Amikor elmész a hegy megig, másfél kilométer, akkor meghaladtad a templomot. Vagy arra fele, Északra ott van a kerektó. Ha elmész a kerektól, de akkor is meghaladtad a templom területét. Na a bölcsesség is ilyen, kijelöljük mindig a saját gondolati, érzelmi, egyéb komfortzónánkat, ezt körbevesszük az én határaival, és amikor meg szeretnénk haladni, akkor túl lendülünk rajta. Csak az nem mindegy, hogy milyen irányban. Ugyanis itt nagyon-nagyon komoly hibákat lehet elkövetni, hogy újabb, nagyobb, keményebb jönnek létre, ha nem megalapozottan kezdjük. Tehát, ha nincs egy rendes hagyomány, ahol van tanító, tanítás, tanítványi közösség, rendkívül könnyű, még jó szándékkal is hibát elkövetni. És csak is az eredmény mutatja meg, hogy hová lendültünk, merre felé haladtuk meg az adott komfortzónát vagy ismert énséget. Tehát a szívszútra az az én éntelenítő, az a téves nézetek kisöprése, az a fajta tisztító tisztítószer, amit mindenki saját maga adagol magának. És hogyha bármiféle téves nézeted van, ha bármiféle hamis identitásod van, ha bármiféle ragaszkodásod, azonosulásod van a jelenségekkel, akkor ezt a szívszútra kimutatja, ott fáj. És azt a fájdalmat te okoztad magadnak, és ez a fajta fájdalom semmi más, mint azoknak a traumáknak, dualitásoknak a továbbvitele, amivel már semmi dolgod nem lenne, de valamiért mégis ragaszkodsz hozzájuk. És a ragaszkodások a minden esetben egy duális viszony. Jónak gondolod, vagy rossznak? Énnek, vagy másnak? Az én hibám, mások hibája. Én vagyok ilyen, a világ ilyen, a partnerem ilyen, a családom ilyen, a szangám ilyen, a tanítóm ilyen. És amikor ezeket a kijelöléseket megtettem, azon nyomban lezártam magam. És azon nyomban nem tudom meghaladni saját kijelölt komfortzónámat. Tehát a legelején a szívszutrát nem értettem, aztán érteni véltem, aztán pedig már azt se értettem. És ez, ez így jó. Tehát felfedezed, megérted, és utána szépen visszamegy a saját tudattalanodba, és ott süt, takarít. Ez így van rendben. A szívszutra a legelején azt mondja, a valókítés a hiszatva, a mély meghaladó bölcsességben időzvén látja pont. És innentől kezdve elszabadul minden, és olyan dolgokat olvasunk naponta háromszor, hogy nem ért belőle a logika semmit. Teljesen a hétköznapi gondolkodás ellen megy. Hiszen ha ott ülsz a képernyő előtt, akkor látod, hogy a jelenségek emelkednek és csökkennek. Megjelennek és eltűnnek. Tehát miféle tudatállapot lehet az, amelyre ez nem jellemző? Hogy nem jók és nem rosszak. Hogy nem rövidek vagy hosszúak, sőt, a saját tételeit, mint buddhizmus, a négy nemes igazság, azt is meghaladja. Ráadásul van mersze a szutrának rámondani, hogy ha nincs akadály a tudatban, akkor nincs félelem. És ez valahol visszautal az előzőre. Az előző éntelenítő fejezetre. Tehát, ha megnézed, mindannyian valamilyen szintű félelemmel élünk. Három nagy ösztöncsoportunk van. A birtoklás, túlélés, szaporodás. Ebből a háromba nagyjából a karmánk beletartozik. Hogyha nincs akadály, akkor nincs félelem, ezt szeretjük. De hogyha van akadály, akkor viszont van félelem, ezt nem szeretjük. Tehát hogyan lehet ezt az egészet elvenni? Hogyan lehet ezt a félelmet megszüntetni? A magunkért való remegést felszámolni csak is úgy, hogy visszatérsz arra a pontra, ahol az alfa és az omega nem különbözik, ahonnan a jó és a rossz kiindul, abba az energia kertbe, ahonnan még nem szedtél arról a bizonyos tudásfáról, és ezt a nem tudhatónak szoktuk mondani. Azért mondjuk nem tudható, de tapasztalható lényegnek, mert ezzel hazudjuk a legkisebbet. Minden más, amely nagyobb formát, nagyobb nevet, nagyobb festéket ad neki, az nagyobb eltérés az igazságtól. A szavakkal, a gondolatokkal így se lehet oda belépni, de a nem tudható, de tapasztalható, ez még a legközelebbi, amit hallottam. És pontosan ez az, amit a szívszútra ad. Tehát ide elhoz, ennek a kapujába elhoz. És a vége, ugye a gáté, gáté, paragáté gáté, parászám, gáté, menj, menj, juss át a túlsó partra, vájbuthává. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos tanítás, és egy ideig próbálod érteni, egy részét megérted. Én évekig nem értettem, én szerettem a végét, mert az olyan szanszkrit volt, és nem lehetett rajta annyit gondolkodni. És az elejét pedig nagyon nem értettem, aztán rábíztam magam azokra, akik ezt énekelték naponta, és nyugodtabbak voltak, mint én. Tehát ha valaki ezzel él, és és nem dühös, meg nem kabzsi, meg nincsen ilyen rakás téves nézete, akkor az akkor is működik, ha én speciál nem értem, mint egy orvosság kémiai összetétel. Na, hiába van ráírva, nem tudod mi az. Eredményéről ismerszik meg a gyakorlat, és a szívszútra az rövid távon üdít, frissít, hosszú távon megnyugtat, megbékít. Ez azért van, mert teljesen más birodalomról szól, és másféle tudatállapotról szól, mint a hétköznapi. Aztán egyszer csak, ahogy a tárgyaláson is az ember meghallja a másik hangját, Rájössz, hogy ez a fajta tudatállapot, ez mindig is ott volt, és mindig is ott van a lelked mélyén, csak a karmáddal letakarod keményen, vastagon. És épp ezért jó a szívszútrát recitálni, és minden zenkolostorban, ma haján a templomban, naponta többször. Legalább háromszor, ahogy mi is. Nézd meg, hogy mennyi időt töltünk a saját szokásaink dédelgetésével, a saját én tudatunk építgetésével. Ahhoz képest a napi három szívszútra egyáltalán nem sok. Szépen gyömösszöd magadba, ha három étkezés belét fér, akkor három szívszutra is belét fér, és akkor szépen a tudat tudatküszöb alatt, ahogy itt is a gyomorszájtól ugye lefelé, a tápanyag felszívódik itt is, a szívszutra a tudatalattiban szépen fölszívódik, és az arhetipusaidat átitatja, és megnyugtatja, és akkor egyre rendesebben ember leszel. Jó? Egyéb kérdés? Többször rákérdeztünk már a szívszutrára, de a nagy dáránira nem. Ne olvassam a nagy Dáláninak a fordítását, és azt aztán végképp nem értettem. Arról is mondanál valamit? Ez teljesen reménytelen. Tehát a, a szívszutáról még csak-csak, mert ott van szöveg. De a nagy Dárani az gyakorlatilag egy parancsutasítás gyűjtemény. Tehát te a tudatodnak megmondod, hogy ne a helytelen úton menj, hanem helyesen. Légy együttérző, és ne legyél más. És ez különböző felrakásban. A Dáraniról azt kell tudni, hogy maga ez a mantra mantraforma, ez a Budha előtti időkből származik. És a hindu vallásnak annyira része volt, van, és szerintem lesz is hogy egyszerűen nem, hogy nem vették ki, hanem beletették jó mahaján a módjára a buddhista gyakorlatba. Dárani szó szerint ráolvasást varázsigét, meg ilyesmit jelent, és ezt azért nem hangsúlyozzuk ki, hogy itt ne a csodaváróknak a sora árassz a templomot, hogy itt majd aztán meg lesz az, amit én akarok, mert akkor ebből lesz következő, hogy majd jól ráolvasok. Nem. Tehát a nagy dárani az az együttérzés mantrája, és rendkívül erős. Nem tudjuk mitől ilyen erős, de erős. És hogyha ezt elég gyakran teszed, akkor azok a nagyon kemény duális érzelmek, amelyek az életünk legrosszabb pillanatait hozzák, legjobbakat is, de ezek után a legrosszabbakat is, ezek úgy maguktól elkezdenek összeállni, picit megbékélni, középúton lenni, és valahogy kezelhetővé válni. A nagy dárani az lebontja azokat az akadályokat és határokat, amelyeket érzelmileg építünk föl, főleg. A szívszutra inkább az értelmi akadályokról szól, de nem csak, elég nagy átfedés van. Két külön frekvencián működik a két mantra, eléggé eltérő módon érezzük, és hát ez volt az, amit ugye Szungszenzen Mester száz napon keresztül napi 20 órában recitált, és elérte vele a felébredést. Tehát ez csúcsra járható gyakorlat, csak vigyázzunk, előtte konzultáljunk a tanítónkkal, mert kockázatokról és mellékhatásokról tessék megkérdezni a kezelőorvost kezelő és gyógyszerészt. Ezek a mantrák, hogyha rendesen csinálod és tantiemben tartod őket, akkor nem túladagolhatóak. De ha fölmennek ide a fejbe, akkor nagyon komoly konfliktust tudnak eredményezni gondolatilag, vagy ha itt a szívcsakrával megakadnak, akkor pedig érzelmileg, és ez meg nem cél. Ezért gyakorlunk rá leborulást. Itt jó párszor hármat, de aki ugye a közepébe csap az én gyakorlatnak, annak szoktuk a napi 108-at javasolni, vagy esetleg még többet. Itt vannak olyanok, akik ezt kipróbálták. A nagy dárani az az együttérzés mantrája. A valókités vala, bóthiszatva eredeti energiájának a mantrája, ezzé válsz, amikor ezt énekled, és amennyire énekled. Ezt egyáltalán nem értettem egészen 14 éven keresztül, de már az első alkalommal volt valami hatása, kb. olyan, mint amikor a háború tengerre olajat öntenek, elnézést a környezetvédőktől, de ez most nem a Mexikói-öböl reklámozása, csak az, hogy hirtelen elcsitulnak azok a borzasztó hullámok, azok az elképesztő, égető, szenvedtető gondolatok és érzelmek, főleg érzelmek, amelyek addig az ember játék dobálták jobbra-balra, elképesztő erővel, szaggatták szét a kétségek, az önbizalom hiány, vagy a túlvezérelt akarat, ezek a szélsőségek, és ezekből egy idő után elegünk van. Ha már eleget éltél, eleget szenvedtél, ha már eleget tapasztaltál ebben a testben, akkor tudod, hogy ezekre a szélsőségekre nincs szükség energiaforrások, de inkább legyen egy picit hasonló az atomerőműhöz, és ne az atombombához. Na most a Dárani az, ami egy atombombából atomerőművet csinál. Anélkül, hogy lefolytaná. Csak rendszerbe rakja. Megváltoztatja a kontextusát. Másképp építed a kapcsolataidat. Másképp működsz. És 14 év után sikerült egyszer Malajziában eljutni egy olyan templomba, ahol, mint a kínai Mahaján a templomok többségében, rengeteg ingyenes kiadvány volt, és ezek meg a kedvenceim. Ezekhez oda szoktam menni, babusgatni őket, levenni a polcról, nézegetni, ami nincs, meg azt elrakom és elhozom, ott van a könyvtár, meg lehet nézni. És egyszer csak ráakadtam egy rózsaszín fedelű kicsi füzetecskére, és akkor egy picikét úgy megállt a szívverésem, hogy ugyan már mi lehet az, amelyet a kínai templomok mahaján atmoszférájában rózsaszínfedő alá tesznek. Képzeld el, hogy a rózsaszínfedél alatt ott volt a Nagydárani három nyelven: szanszkrit, kínai, angol, egyszerűen ilyet még nem láttam. Tehát, hogy minden szótag ott volt a helyén. Mindennek meg volt a jelentése. Olyan, mint amikor egy optikát hirtelen az autofókusz villámgyorsan élesre állít. És örvendezve ott recitálgattam már jelentésével együtt. Az elkövetkezendő 20 percben a templom udvaron ott mendegéltem, és nézegettem ezt, és recitálgattam, és minden a helyére került. Aztán nem sokkal később a netten is megtaláltam a fordítását. És amikor rájöttem, akkor egyrészt boldog voltam, másrészt pedig csalódott, mert semmiféle különleges és misztikus nem derült ki belőle, csak az, amit már eddig is tudtunk, hogy sepert ki a saját szemetedet, és szépen égesd el a szemétégetőben, és az, ami pedig benned a bölcsesség, az együttérzés, a szerető önzetlen odafordulás, azt tartsd meg, ezt az irányt tartsd meg, semmi mást. Viszont ebbe a mantrába több évszázad, vagy nem túlzás, több évezred energiája van. És ezt nagyon régóta a butha történelmi butha ideje előttől fogva már használják. Az összes dáran ilyen. Úgyhogy érdemes ezzel foglalkozni, és ezen a nyelven énekelni, mert ezzel becsatlakozol ebbe az energiamezőbe. Tehát nem mindegy, hogy ennek a konnektornak a végén egy pár kilovattos generátor van, vagy közvetlenül rá van kötve Paks 1-2-3-ra. Tehát az nagyon nem mindegy, mert annyi terhelést bír. Jó? Úgyhogy aki nagyon kíváncsi, az nyugodtan olvassa el a jelentését, de nem attól fog az jól működni. Attól fog jól működni, hogy csinálod. Tehát te lehetsz elektromérnök, és lehetsz teljesen tudatlan az elektromosságból, ha te abba a konnektorral bedugsz egy villát, és utána van egy fogyasztó a végén, az szépen fel lesz töltve elektromossága, akármit tudsz róla. Jó? Hasonló lenne a kérdésem, csak a suranganam mantrával kapcsolatosan. Hú. És konkrétabban, szóval részle, euh, szeretnék többet megtudni. Négyszer tapasztaltam, vagy láttam megjelenni Mahakala nevét euh, benne. Mohakálláról egy kicsit. Ó, szeretnék. hát nem csak ő, az egész pantheon ott van, tehát Mahakala e, nem igen. jár egyedül. Az összes uh, mahaján a és egyéb óta van mellette. És ez bizony egy nagyon komoly kombinációja a, az indiai nepáli tibeti kultúrkörnek és a többi mahajána iskolának. Azért énekeljük szanszkritul, mert körülbelül 40-50 éve nyerte el újabb kóreai formáját, amely már nagyon közel áll a szanszkrit kiejtéshez. Tehát úgy hangzik, mintha valaki akcentussal beszélni a szanszkritot, amely egyébként nem nagyon volt beszélt nyelv, de erről most tekintsünk el. Tehát amikor arról van szó, hogy surangama, akkor visszamentünk az eredeti szanszkrithoz azért, hogy ott is ilyen autofókusz hatás legyen, hogy élesre állítod, mert eredeti nyelven énekled. És ez a Yang mantra, a nagy együttérzés Dárani, a Nilakanta Dárani, az a Yin, ugye az együttérző befogadó, de transformáló és átalakító mantra. Tehát a szerető együttérzésnél nagyobb transformáló erőt nem nagyon tudsz elképzelni. Viszont van a yang, a fény kiárasztása, és ez pedig a surangama, azaz pratyangi dárani. tehát ez is, ahogy halljátok, a dáranik nagy ö, gyűjteményéből való, és ez szó szerint azt jelenti, hogy a buddha korona csakrájából kiáradó tanítás leírása, meglátása, megszemélyesítése és az összes többi bente van a sutrában, illetve a mantrában, magában. Az összes többi elolvasható a fordításban. Ez a magva, tehát ez a buddha fény pavilon szerű tanításának a kiárasztása. És fel is sorolja a mantra, hogy, hogy ki és mi van ebben a pavilonban, ebben a megteremtett szakrális térben, hogyan csatlakozhatsz ehhez, hogyan maradhatsz ebben a szakrális térben, és hogyan csatlakoztathatod ezzel a megnyilvánult fizikai térrel. Ennek a hídnak óriási szerepe van, hiszen mi is egy hídon vagyunk, az egyik híd fő a születés, a másik híd fő a halál, és mi átmegyünk szépen ezen a hídon. Kikkel együtt? Kik vannak velünk? Ugye a maraton se egyedül futod, ahogy hallhattad, itt is az úton nemhogy nem vagyunk egyedül, hanem nem csak embertársaink vannak, hanem szakrális segítőink is. És persze a karmánkat is húzzuk magunk után jó vastag kötélen. Innentől kezdve, amilyen mantrát énekelsz, olyan szövetséget kötsz. Olyan tudatok felé nyílsz meg. És nagyon jó ezekkel az elképesztő erős és magas szintű tiszta tudatokkal kapcsolatban lenni. Akár legyen szó egyfajta nyugati, pszichologizáló megközelítés, hogy magadban fejlesztett ki ezeket a tudatosságokat. Csak projekció, az a sok-sok Isten alak, buddhiszatva és buddha, akik ugye szerepelnek a mantrában. Vagy egy kicsit a keleti, a szakrális, a kivetítettebb változatot tartod számodra közelebb állónak, hogy bizony vannak ilyen világok, vannak ilyen tudati szintek, és akkor te ezekhez csatlakozol. Ez egy külsődlegesebbnek tűnő megközelítés. De eredetileg itt nincs külső és nincs belső. Eredetileg van az a tudat, amelyik megszületett, karmát hozott létre, viszi ezt a karmát, és életről életre dönt. Milyen irányba megy, kikkel, miért. És ebben nagyon-nagyon nagy segítség ez a Dárani. Úgyhogy olvasd el, értsd meg, és recitál tovább azért, mert ez megadja a tudatod helyes irányát, hogy merre menjen, kikkel, és kitől tartózkodjon, és milyen tudatállapotokat ne vegyen föl, vagy ha fölvette, hogyan szabaduljon meg tőle. Mint minden mantra, ez sem a tudatosság szintjén működik elsősorban. Akkor tudatos, amikor énekeljük. De akkor sem úgy, hogy a jel jelentést mellé gondolod. És utána a mantra szépen lemegy a tudatküszöb alá, aztán majd jön az eredmény, hogy ott pontosan mit csinál, azt tételesen nem tudjuk. Vannak, akik álmodnak vele, vannak, akik látják azokat a képeket, érzik azokat a tudatállapotokat, amelyek az eredményei ennek a mantrának. Valójában nem tudod, hogy mit csinál lenn, csak az eredmény jön föl, és ezek eléggé igazolják a mantra hasznosságát. Jó? Nekem annyi kérdésem lenne, hogy a mantrakkal kapcsolatban, hogy mennyire fontos az, hogy ezeket hangosan recitáljuk, vagy pedig lehet ö, csak olvasni is őket? Mind a kettő fontos. Érdemes kimondani, megjeleníteni, megrezdíteni magadban ezt, mert az olvasás az csak egy mentális kép, nem maga a rezdülés, nem maga a fizikai érzete. Tehát ugye nem elég csak képről nézni a tengert, jó néha megmerítkezni benne. Ez a különbség. Úgyhogy mind a kettőre szükség van. Az olvasott, benső, csendes változatra akkor, amikor mondjuk kívül nem lehet. Megfelelő módon gyakoroljuk a mantrát, és lehetőleg minél többet énekeljük, és akkor át is hat. Nem pedig csak gondolunk rá. Jó? Akkor szeretném az ezelszem és Kész utrát is. Az ezer személyes kész szutra, az gyakorlatilag a kis zen láda, amiben minden fontos szerszám megtalálható. Tehát az összes olyan mantra, amire neked így a mindennapi életben szükséged lehet, az benne van. Rengeteg aprócska rész szólal meg a valókítés varáról, az ő megtestesülései a katalógus legnagyobb része, és a lényegi szutrák tanításait összeszedték, részben kínai koreaiul, részben sziddám szanszkritul. A nagydárani is benne van egyébként teljes hosszúságban, ez is mutatja a fontosságát, az a gyors változata a nagydáraniak. Az ezer szem és kész útra az, amelyet hát minden koreai templomban naponta legalább egyszer, de van, ahol háromszor. Apát függő meg, énekes szerzetes függő, hogy ez hogy megy, de legalább egyszer a déli énekléskor, ahogy mi is csináljuk. Tényleg a leglényegesebb tanítások gyűjteménye, ez tényleg több évszázad a kész van. Tehát ezt nem nagyon változtatták. Ami fontos, ott van benne. És a mantrák jelentését pedig el lehet olvasni az énekes könyv hátsó traktusában. De ez a, ez a mindenes, az ezermester. Nekem elég nagy fájdalmat okoz az, hogy a zajszennyezés egy városokba, emberek között, legfőképpen emberek által kreált zajról beszélek, tehát autók, beszéd, hangos beszéd, tehát ez olyan mértéket üt meg, ami már tényleg fájdalommal jár belül. És azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehet ezt, ezt a zaj tapasztalását kitolni oda, hogy ez csak hang legyen. Eredeti tudatunk tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Erre a tanításra mindenki emlékszik, így van? Fáj az a térnek, hogyha megrezdül benne bármiféle akusztika, bármiféle hang. Tehát az én tudatnak fáj. Hát amíg van én tudatod, addig fáj a hang. Amikor tér tudatod van, annak nem fáj. Tehát, hogy ezt milyen mértékben meg lehet változtatni, az elképesztő. Ettől még mindenki viseljen fejvédőt, ha láncfűrészel, vagy füvetnyír, vagy traktoron ül. Tehát hasonló zajos foglalkozásokkor tessék szíves halláskárosodást megelőző védelmet viselni. Jó? Tehát ez nem a fülfizikájára utal, hanem arra, hogy a tudatod mit érzékel zajnak vagy zenének. Mert konkrétan a zaj és a zenek között egyetlen egy ilyen kis váltás a különbség, a zajszennyezést pedig úgy tudod elengedni, hogy nem reagálsz rá. A tér sem reagál arra, hogy ugatnak a kutyák, rohangálnak a kisgyerekek, röpködnek a repülők és zúgnak az autók. Ha ezt a tudatod összegyűjti egy pontba, és elkezdi elnevezni, akkor kialakul a jó és a rossz hang. Tehát vannak olyan zenék, amelyek zajzenék, és pontosan ezt próbálják meg az emberben átfordítani, némi kompozícióval, némi segítséggel, de arra próbálnak meg ránevelni, hogy mindent tudj zeneként hallani. Itt pedig a csend lesz a zene. Aki csak egy hétvégét végigült, vagy akár mostanáig egy napot, az tapasztalhatta azt, hogy milyen elképesztő ereje van annak, hogyha közel 30 ember közel mozdulatlanul Ilyen közel egymás mellett ül. És hogyha tényleg beáll az a fajta mozdulatlan, világos atmoszféra, akkor abban ez a térszerű tudat nagyon jó tapasztalható. Már egy hétvégén is. És képzeld el a 90 napos, amelyik úgy kicsikét egy nagyobb hatványra emeli ezt. És hogyha észreveszed, hogy valami nagyon fáj, vagy nagyon nagy örömet okoz, akkor egy nagyon komoly hullámvasúton ősz. Ami nem baj, csak le tudsz róla szállni. Meg tudod-e állítani a kör végén, nem közben, közben nem lehet, a kör végén. Tehát ott, ahol az elkezdődött, ott lehet kiszállni. Tehát meg kell állapítani ezeket a periódusokat, hogy milyen hosszúak a különböző élmények, tapasztalatok, kapcsolatok, tevékenységek esetén. Jó? Azt mondtad, hogy rizikója is van, hogyha a szívbe él, illetve a fejedben meg, megakad, hogy nem folyik tovább. Ezt hogy vesszük észre? És Úgyhogy fáj. Úgyhogy fáj. Persze. Elkezd fájni a fejem? Igen. Szó szerint. Az az érzés, hogy így elkezd dagadni belül, és utána fáj. Túl sok gondolat, túl sok energia van a fejben. Ezt lehet csak szútrára adott reaktív gondolkodással elérni, lehet a szútra és a saját karmád megkeverésével elérni ezek nagyon érdekes finom ízeket szoktak hozni, és általában belebetegszünk a sok gondolkodásba, és ekkor elkezdünk leszokni róla. A másik ilyen, amikor a szútra, a koan és a saját gondolkodásod egyszerre. Ez halálos. Tehát ez annyira, de annyira rosszul tudja érinteni az embert, hogy nem is tudja, hogy akkor miért jött ide. És azért, hogy ezeket a tudati szokásokat lássa, és mivel látta, leválasztódott róla, és így le is vedheti. Az érzelmi reakció ugyanez. Tehát akkor van elképesztő nyomás a szívcsakránál, és különböző hideg-meleg érzetek, szorítások, lüktetések, meg egyebek, amikor elképesztő módon reagálunk érzelmileg, és nagyrészt tudat alatt, tehát passzív módon, mert el is nyomjuk abban a pillanatban. Mert nem lenne jó érzés, tehát az önvédelemmel elnyomod. És akkor elképesztő erővel tud érvényesülni a szívtáékon és ezért is javasoljuk az embereknek, hogy boruljatok le, vagy sétáljatok, vagy végez valami fizikai munkát, mert akkor a test elkezdi energia szinten megoldani azt, amit tudatilag ott és akkor nem tudtál. Azért ülsz itt, hogy tudatilag old meg, mert az a gyökere. Tehát nagyon sokféle ilyen félmágikus energiagyakorlatot lehet végezni, rengeteg mozgásrendszer van erre, csak azt tudd, hogy amit a mozgással te lemelsz magadról, mint energiafelesleget, azt a tudatod a következő perctől fogva újra termeli. Tehát ha a tudat nem változik meg, akkor az energiát se fog megváltozni, és akkor onnantól kezdve ezek a nagyon erős tisztítások, ezek újra elő kell, hogy forduljanak, mert újra termelted azt mögyit. Tehát a tudatban is kell változni, az nem segít, hogyha elkezdek futni és sportolni. A futás és a sport nagyon sokat segít. Izmos leszel, jó lesz a vitálkapacitásod, ha rendszeresen csináld, akkor a kitartás is növekszik. Ha összekapcsolod szellemi gyakorlattal, akkor válhat annak részévé, de ha a futás vagy a sport önmagában elég lenne, akkor az összes sportoló megvilágosodott lény lenne, és sajnos nem azok. Pedig lehetnének, és nagyon sok, nagyon sok tiszteletreméltó ember van köztük, de nem azok. Kellő tudati gyakorlattal, ha összekapcsolod, akkor lehet ennek a része. De ha lemeled az energiafelesleget és nem szüntetted meg a kiváltó okot, akkor az újra termelődik. Oké? Okay? Ezért kell itt ülni, látszólag haszontalanul, fájdalmasan izzadva. És akkor bejutsz az interjú szobába, és nem tudod. És még ugyaból se tudod, frusztrálódsz. Kiössz, és látod, hogy mindenki itt ül csendben, és ugyanúgy frusztrálódik belül, mint te. És ez egy kicsit oldja a feszkót. Tehát az zen azért jó, mert nagyon komolyan, nagyon vidáman, nagyon közvetlenül kimutatja a saját tudatod működését. És ezt se én mondtam. Ezt te saját magad látod. Különben nem mosolyognál ilyen boldogan ezen a kijelentésen. Jó? A zen hogy áll a darwini evolúció elméletéhez? Nem tudom. Egyrészt a zen az nem foglalkozik sem a kreációval, sem az evolúcióval, mint kizárólagos elmélettel. Én ezt ahhoz szoktam hasonlítani, amikor két vak elmegy az állatkertbe, és megpróbálják az elefántot definiálni, és az egyik megfogja a lábát, és azt mondja, hogy hát ez olyan, mint egy hatalmas oszlop. másik megfogja az ormányát, és azt mondja, nem, nem, ez olyan, mint egy slag. És akkor összevesznek és verekszenek. És különböző szemnyitó műveletekkel el kellene érnünk azt, hogy az egészet látjuk. Mind a két elméletnek óriási hiátusai vannak, és hogy miért rakunk ilyeneket össze, Egyszerűen azért, mert a megértés kényszere bennünk van. Tehát mi meg akarjuk érteni ezt az egészet, kíváncsiak vagyunk, tudatosan, gondolatilag, logikailag le akarjuk képezni, meg akarjuk ismerni a törvényeit, és ebben rengeteg résztermék van. Rengeteg köztes fázis van. És a tudomány, a vallás, a különböző izmusok és logiák, ezek köztes fázisok. Ezeket így kell tekinteni. Tehát nézd meg csak a világképeket, a Tolemaiosi-tól a Kopernikus, Kepler, Galilei, Hawking és a többi, és azért, azért húsba vágó ez, mert a tudósok nagyon nagy része elismeri, hogy fogunk mi még ennél többet is látni, csak nagyon kevesen jutnak el oda, hogy azért látjuk a háromdimenziót dimenziót térben és az egydimenziót időben így, mert ebben a testben, ezzel az aggyal, ilyen tudatossággal bírunk. Ha ez nem így lenne, akkor másképp látnánk. És ki tudja, hogy hány dimenziót látnánk oda- és vissza. Ez egyébként egy kicsit hazai vizekre elvezve, a testen kívüli tapasztalatoknál lesz eléggé egyértelmű, hogy elolvasol ilyen halálközeli élményeket, vagy műtét közbeni dolgokat. Akkor nincs olyan időem, amit ketyeg, hmm. uh -uh. és olyan tér sincs, amiben ilyen szaltókat, meg úkanyarokat lehetne csinálni. Tehát teljesen más a téridőélmény, miért nem vagy testben? Nincsenek meg a műszerek. Amikor ezektől kezdünk gondosan elvonatkoztatni, de a tényszerű tapasztalat talaján maradva semmiféle elmélet, úgy kitágul a világ, hogy nincs az az elmélet, nincs az a kognitív keretrendszer, amely ezt összefogja. Ezért van az, hogy a zen erre a pillanatra koncentrál, ebben a pillanatban vedd észre a múlt, a jelen és a jövő összes karmáját, azt, hogy ezzel a test-lélek berendezéssel hogyan teremted meg ezt a világot, ezt a világelményt magadnak és másoknak. Tehát ezért mentes a zen mindenféle elmélettől, legyen az evolúció, kreáció, bármi, de el is fogad mindent, mert nem ez számít. Ugye? Tehát itt annyiféle emberül, és annyiféle vallási képzettel, világlátással, és a többivel. Nem ez számít. Az számít, hogy mi az, ami hisz, ha hisz, vagy mi az, ami nem hisz, ha nem hisz? Mi az, ami gondolkodik, és mi az, ami nem gondolkodik? Tehát ezt a lényegi pontot tessék tapasztalni. Ezért mondod azt, hogy csak ide tér vissza. Azt szeretném kérdezni, hogy uh, mi a véleményed az önkritikáról? Hát én... ez, ez, ez egy nagyon kritikus kérdés. <laughs> uh, és konkrétabban, uh, én nagyon kritikus vagyok magammal gyakor a gyakorlásomat illetően tehát kritikus a, a kitartással, kritikus a koncentrációval, a törekvéssel kapcsolatosan, de hát lenullázni se akarom magamat, miért tenném, gyakorlok. Hogy hogy lehet ezt a működést ö, ö, úgy használni, hogy a maga természetes módján segítsen? Észrevétel, kritika, ítéletalkotás. Ezek azonosak vagy különböznek? itt szeretnék egy kis introspekciót javasolni. Tehát nézd meg, hogy mikor veszed észre azt, hogy gyakorolsz, és mettől meddig. Utána mikor kritizálod magad azt, hogy hát ez nem volt elég. Ez nem volt elég jó, nem volt elég gyakori, stb. 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 És mikor megy ez át ítéletalkotásba, hogy te én akkor nem is vagyok jó gyakorló, nem is vagyok jó ember, stb. 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 Akkor, ha nem tudtam gyakorolni, akkor erre se vagyok képes, meg arra se, meg arra se. Tehát ne gyártsunk le magunknak felesleges önbizalomhiányt, ez az első. Ne is lőjük túl magunkat a különböző énképekkel, ez mondjuk nem, le, nem lenne jellemző rád, de a másik szélsőséget is meg kell említeni. Tehát, vedd észre, tisztán tükrözt, hogy most itt mit csinálsz. Ha javítani kell, akkor a kritikát az csak az ok és okozat határáig enged. Tehát addig kritizáld magad, amíg muszáj. Mert utána már csak önítélet van. És az önmagad felett alkotott ítéletből lesz a mások felett alkotott ítélet. Ez a probléma. Ez nem marad meg a pohárban, ez ömlik ki. Úgyhogy ez a három, ez nagyon fontos, mint fokozat. És hogyha ezt meg tudod tartani, ítéletalkotástól mentesen, a kritikát addig, ameddig az ok és okozat alátámasztja, hogy az volt, hogy két kilométert futok ma, de csak 16 sikerült, mert leálltam. Ez nem helyes. Ez teljesen világos. 400 méter elmaradt. Ezért lehet önkritikát gyakorolni, kell is, különben nem jutsz előre. De ha ezt megszorzod, és belehozod a múltat, a jelent, a jövőt, stb., akkor nagyon-nagyon negatív spirálokat lehet legyártani ebből. Ez pedig felesleges. Tehát beláttad, és utána megint megpróbálod, megint megfigyeled, hogy futok, 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 és most beértem a célba. Kritikának vége, de nem fordul át veregetésbe mert akkor megint hullámvasút van. És akkor a következőt megint lazára veszed, és megint túlságosan elereszted. Úgyhogy pillanatról pillanatra mit csinálsz? És akkor nem kell egy idő után a kritika sem, az ítéletalkotás meg sosem? Jó? Egy ismerősömtől kaptam azt a kérdést, hogy mi a különbség a buddhizmus és a zen között? Kérlek, mondd meg erre. Te és az ismerősöd, ez miért nincs itt? Üzenem az ismerősödnek, hogy nem fogja megérteni a választ, mert nem gyakorol. Tehát számára, mivel nem gyakorol, most van különbség a taoizmus és a zen, esetleg a buddhizmus között is. Ha gyakorolna, akkor elérne erre a pontra, ahol ezek a különbségek megszűnnek. És akkor utána kezet fog a taoizmus, a zen is, meg a buddhizmus. Egyébként történelmi visszatekintést egy picit beleszőve, a buddhizmus és a taoizmus találkozásából keletkezett a zen. Ettől lett nagyon egyszerű, nagyon tiszta, a köldök csakrára helyezi a hangsúlyt, nem a felsők bármelyikére. Ez mind-mind taoista import. Ugye? És szeretném az ismerősödnek azt ajánlani, hogy a tíz bika történetet azt nézze át. És abban a zennek az eszenciája benne van, ahogy a taoizmus és a buddhizmus találkozásából évszázadok alatt kimunkálódott, nagyjából a Tang dinasztia végére, 9. század vége, egy olyasféle szellemi gyakorlat, amely már nem szükségszerűen rendszerekben gondolkodott, Elfogadta a rendszereket, szútra és egyebek, logika, racionális kognitív gondolkodás, de azokat messze meghaladta. És ezek a kóanok, ezek a paradoxonok, ezek azok, amikor egy mozdulat, és nem érted, de érzed, és akkor ott van. Jó? Éppen a 10. kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy van-e... Um kapcsolódása ahhoz, hogy mondjuk a sodrásba lépéstől a, a szentség fokozatán Persze, persze. Tehát, hogy ezzel kapcsolatos. Abszolút. Tehát amikor megláttad a nyomokat, akkor kezdesz el gyakorolni, és uh, amikor rajta ülsz a bikán úgy, hogy a kezed még a kötélen van, és a kötél a nyaka körül, akkor léptél a folyamba. Akkor már rajta ülsz a, a pillanaton, és már látod, de akkor még csak a feje fehér, meg a két első lába, a többi az még barna. Tehát akkor még van munka. Tehát a Sróta a folyamba lépett, az már meglátta a saját tudat folyamát, de még nem végezte el ezt a munkát. Aztán van a Sakridagámin, Anagámin, Arahat, és ezek már a Téravádának egy bevett fokozatai. Az Arahatnak azt lehetne mondani, amikor már ugye a legvégén ott van, és az üres körből ugye visszajöve, és a tájat is átlépve, a piac tanít, és megjelenik a tanítvány, ez az arahat. És a másik kettő az szerintem nem feletethető meg közvetlenül a tíz bika kép bármelyikének, ugyanis a tíz bika kép egy olyasféle buddhiszatva ideált tükröz, hogy érd el a felébredést, és ments meg minden lént a szenvedést. Ezért tanít. És akkor a tanítvány visszaúrik az első kockára, és akkor megint kezdődik előre. Tehát ez egy ciklikus dolog. A téravárdában ez lineáris. Te nem jössz vissza. Viszlát. Úgyhogy ezért más egy kicsit. Jó? Hogy lehet leküzdeni a felületességet? Melyre kell menni? Ennyi. Nem elég? <laughs> egy kicsit aprólékosabb Ismered a Prérin lakozó régi gazda és az új farmer meséjét? Akkor elmondom. Joe már 40 éve ott van a montánai prérin és gyönyörű ültetvényei vannak, fantasztikus aratás, vetés. És bejön Jim, Jim egy új farmer, és ö, több száz holdja van, nem talál vizet. Mellette ott van Joe, aki fantasztikusan termel. És Jim egyre csak fúrja a kutakat, 30 méter, 40 méter. Megint 35, elmegy máshova, 45, 50. Semmi. Átmegy Jóhoz, és megkérdezi, Joe, én nem akarlak zavarni, de hadd kérdezzem meg, neked honnan van vize? Tehát én nem is furtam kutakat jobbra-balra, semmi. Hát azt mondja Joe, ide figyelj, mondd meg nekem, hol fúrtad azokat a kutakat. Ott, ott és ott és ott. És milyen mélyre mentél le? 30, 35, 40, 50. És hány kutat fúrtál? Hát vagy hatot. Azt mondja Joe. Van egy jó hírem, meg egy rossz. Melyikkel kezdjem? Nem érdekel, csak mondja, víz kell, kész. Az a jó hírem, hogy hat kutat fúrtál, az a rossz hírem, hogy a víz az 70 méteren van. Tehát, ha csak az egyiknél lementél volna 70-ig, ami most két út akkor már rég találtál volna a vizet. És ez a felületes és a mély gondolkodás közti különbség. Tehát az mindig relatív, hogy te milyen mélyre mész, de mit hozol föl? Mi lesz az eredmény? És nagyon sokan, nagyon sokszor szeretünk lazán, néha felületesen gondolkodni, ahol a tudat egy kicsikét kirúgdalja magát, de olyan lényeges változás nem történik. Ez az, amikor kicsit tévézzünk, kicsit videózzunk, kicsit internetezünk, rengeteg gondolat van, de ezek mind-mind adott sávban maradnak. És onnantól kezdve, hogy ezeket félreteszed, egy nagyon koncentrált szellemi gyakorlattal elindulsz mélyebbre. Itt viszont teljesen ismeretlen állatfajtákkal találkozol, amit bent van. Valamikor álmomban előjönnek ilyen belső megoldatlan dolgok, amikkel álmom során találkozom. És amikor felébredek reggel, akkor, akkor érzem, hogy van bennem egy dolog, ami amiről ennek nem is tudtam a létezéséről. Gondolom olyan mélyen el volt temetve. És ha megpróbálok ö, ezzel ennek a mélyére hatolni, vagy meditációban, vagy egyéb ö, hétköznapi cselekvésen keresztül, ö, nem, van, amikor nem tudom ezt újra előhozni. Tehát hiába meditálok rajta, és hiába próbálok mélyebben ö, belejutni ebbe a dologba, hogy megoldjam, nem sikerül még egyszer ugyanavval a dologgal találkoznom. Hogyan lehet ennek a mélyére menni? Finoman. Hát lehet, hogy nem is kell megoldani semmit csak elrohan az a szerencsétlen álomkép, mert egy tankal utána mész. Tehát az úgy nem jó, tehát azt úgy kell csinálni, hogy valami ottan szunnyad benned, amikor reggel fölébredtél. És akkor rákérdezel szépen meditációban, hogy mi ez. És engeded, hogy szépen kinyíljon, és megmutassa magát. Ha nem, akkor úgy jártál, hogy a szépen visszament a tudatküszöbb alá, és nem akar megmutatkozni, majd akkor álmodsz vele legközelebb. De ha elkezdesz utána kapkodni különböző motivátorokkal, hogy nekem már pedig ezt tudnom kell, meg kell oldanom, ki kell nyitnom, stb. stb. Hát ez, ez, ezt így nem lehet. Finoman. Általában, ha nagyon komoly álomképed van, akkor az reggel ott vár, és ott villódzik a play gomb, lenyomod, és szépen elindul belőle. Egy nagyon nagy jelentőséggel bíró álom, mint klip, nem hosszú. De rettenetesen mély tartalma van. Minden egyes kocka valamihez köthető. És ahogy nézed, úgy oldódik föl az a karma, ami addig nem oldódhatott föl, mert úgy még nem láttad, ahogy az álomkép mutatja. Tehát az álomkép az egy nagyon komoly audiovizuális üzenet a tudattalamból, és megmutatja a megoldást. De csak szimbolikusan mutathatja meg, hiszen neked azt a mindennapi életben, a megélés útján, a tapasztalattal kell megoldani. És itt ne tessék a gondolatnak a szikéjével szétszedni, hanem érezd meg, hogy képről, képre, mozdulatról, mozdulatra miről szól az az álom, ami éppen akkor benned él, vagy tudatos, félig meddig. Tehát kérdezz rá, mi ez, honnan jön. Mindenki kapott ilyen meditációs instrukciót, csak ez ugye a tiszta tudatra irányul alapesetben. Tehát, hogy mi ez, honnan jön, és nem a jelenségre. De ezt meg lehet fordítani, és az alanyiból tárgyas meditációt csinálni, és ráfordítani ezt az érdeklődést, ezt a fajta kérdést a jelenségre magára. Mi ez? Honnan jön? És ez azért jó, mert ez nem egy elemző tudatosság. Tehát itt nem egy gondolati gépezet, racionális elmélethalmaz és egyebek működnek. Ez egy rálátó, feltáró tudat. És aki ezt gyakorolt, az pontosan tudja, hogy milyen szép az, amikor egy karma megmutatja a kapcsolatait. Nincs elszigetelt karma. Nincs tökéletes sors. Nincs magányos út. Tehát ez azért fontos, mert ránézi egy álomra, és megmutatja azokat a kapcsolatokat, hogy miből táplálkozik, honnan jön. És semmi más nem kell tenned, mint azt, hogy rákérdezel, mi ez, honnan jön. És kérdezni is meg kell tanulni, tehát, hogy ne tegyél bele olyan érzelmeket, gondolatokat, amiket csak úgy belecsempészel, hogy na majd azokkal együtt fogjuk megoldani. Nem. Pont ezek a potyautasok az elképesztő koloncai és akadályai a tiszta feltárásnak. Tehát nézd rá tisztán, és ne akard megoldani. Eredetileg nem kell megoldani semmit, csak ebben a pillanatban legyen minden tiszta. Tiszta gondolat, tiszta érzelem, tiszta beszéd, tiszta cselekedet. Ha ez megvan, minden a helyére kerül. Tehát az álmoknak is ezt kellene szolgálniuk. De az emberek nagy része, mivel értelmezni akarja, meg akarja őket oldani, ezért elmegy Disneyland kettőbe, pedig már a Disneyland egy is elég volt. Jó? Tehát mi ez? Honnan jön? És akkor rendben van. Megmutatja, bíz benne, meg fogja mutatni. Egyéb kérdés? Itt uh, kitértél az előző válaszba a kérdésekre. Én erről szeretnék kérdezni, hogy uh, uh, hogyan kell jól kérdezni, vagy uh, tehát, hogy így beszélné nekem a kérdésről, mert nekem például problémám, hogy bizonyos szituációkban nem kérdezek, és akkor később jut eszem, hogy ugyan miért nem kérdeztem rá mert akkor épp nem jutott eszembe, és például nem értem. Bátornak kell lenni. Ugyanis az ember egy adott helyzetben nagyon sokszor egy kicsit elmenekül a közvetlen tapasztalat elől. És hogyha elmenekült, akkor nem kérdezett. A kérdés egy szembenállás. Ezért is gyakoroljuk abban a kicsikek is szobában. És azt a szembenállást, azt Félelem, dű, vágy, kapzsiság, mindenféle érzelmi, gondolati felhang nélkül kell megvalósítani egész addig, amíg két tükör áll egymással szemben. Na, az a nagy munka. Ehhez a mindennapi élet helyzeteiben tudni kell kérdezni, merni kell kérdezni, hogy miért vagy ilyen. Vagy mit akarsz ezzel elérni. Vagy mi a célod. Vagy mik a céljaink. Tehát ezek a kérdések, ezek nagyon fontosak, és hogyha nem teszed föl őket időben, akkor késsel. Késik a realizáció, késik a belátás, mert késett a válasz is. Tehát ez bátornak kell lenni. A tetszett szungszámesternek az a mondata, hogy zen tanítványuk vagyunk, tehát zen tanítók is leszünk, vagy vagyunk, tehát ebbe a folyamatba benne vagyunk, hogy időnként a tanításról beszélünk. Én folyamatosan beleesek abba a csapdába, hogy a személyes életemről, tapasztalatomról kell beszélnem, ami nekem úgy érzem, hogy teher, de hogy azt tapasztalom, hogy a, a körülöttem levő emberek ezt jobban élvezik, tehát hogy sokkal izgalmasabb, mint ha mondjuk egy valamilyen szimbólumot vagy példát mondanék. És beszélni -e erről, hogy ezt Ó, hogy nagyon. lehet, mert ez, nekem nagyon ez izgat ez a, téma. a tanítóknál mindig is foglalkozási ártalom, hogy az emberek sokkal jobban kíváncsiak a személyére, meg a karmájára, mint az, ami személytelen, vagy pont a darma lenne. És egy tanítói mesterfogás az, hogy elkezdem azzal, hogy mintha sztori lenne belőlem, de valójában az rólad szól. <gül> <gül> és a tanításról van szó, nem pedig a sorsról, meg a különböző ilyen egyéb hánytorgásokról, hogy mi volt az én gyerekkoromban, pedig hidd el, ez nagyon kellendő lenne. Szó szerint kaptam egy másik országban egy olyan felkés, hogy inkább magamról beszéljek, mert az sokkal érdekesebb. Mondom, figyeld meg, nem mond az ember ellen, hát miért mondana? Akkor az van, hogy rendben van, az első két mondat arról szól, hogy, és utána azon nyomban visszavesztünk zenvizekre. vizekre, miért? Mert az érdeklődés az benne van. Érdekli a sztori, és várja a következőt. És ekkor kezdhetsz nyugodtan személyes sztorival, de amit nem akarsz elmondani, ezt nem mondd el. Sőt, ami nem hasznos, az se. Nézd meg, hogy annak az embernek mire van szüksége akkor, és annyi konkrétumot és igazságot neki hallania kell. Van a darma beszéd, és van a karma beszéd és a karma beszédektől ments meg, Uram, minket, mert az olyan ömlengésekbe és olyan reakciókba és egyikbe torkolhat, hogy teljesen haszontalan ott, és akkor rendkívül élvezetes, mert közvetlen a kapcsolat, és elmondta, és most már ezt is tudom róla, és tűs, milyen jó, és megismertem meg, ő is embernek hasonló, ez tartott percig, és aztán hazamész, és lehet, hogy nem kaptál semmit. Aztán van az ellenkezője, amikor az van, egy hú, nem értem. Meg ez úgy elvont. Meg haszontalan. De azért mondta. Nézzük meg, mi volt ez? És akkor, és akkor ebből szépen rájössz, hogy tehát ez végig rólad szólt, csak eddig nem akartad, nem merted látni, hogy itt pontosan miről van szó. Szungszáns emmester, hogy ezzel fejezzem be a választ, sohasem azt válaszolta meg, amit verbálisan kérdeztek tőle hanem azt a kérdést válaszolta meg, amit a tudatában az az illető valójában hordozott. És ez néha, mint Makó Jeruzsálem olyan messze volt a verbalitástól. Tehát feltett egy bizonyos kérdést, és közben teljesen másról szólt az, ami bent van. Miért? Mert önvédelem. Ezért. És a nagymester úgy vitte át ezt az önvédelmet, hogy egy darab falat nem tört át. Senkinek nem gyalogolt bele a lelkébe. De pontosan azt tükrözte és arra válaszolt, amire annak az embernek ott és akkor szüksége volt, és ez életeken keresztül gyakorlat. Hogy belőled jön a kérdés, nem csak a szóbeli megnyilatkozásba. Én a Dejavűről szeretnék kérdezni, hogy ezt mintha már hallottam volna. Igen. Igen. Tehát, hogy ez, ez hogy lehetséges, hogy, hogy, egyáltalán hogy jön ez az érzés? Ez úgy van, hogy először, amikor nézel, akkor átmegy előtted egy fekete macska, aztán pár másodperccel később megint. Ez a déjà vu. És akkor tudod, hogy valami baj van a Matrixban. Tehát ilyenkor valami nem stimmel. Tehát a dézsávjuk azok nagyon érdekesek, mert a tudatot ki tudják nyitni, ugye a közvetlen jelenségvilágon túl, de már egy korábban megismert jelenségvilágba csak mindenkinek volt dézsávja, mindenki már élt eleget itt ebben a testben ahhoz, hogy ilyen legyen. Hogy működik? Ez úgy működik, hogy itt a jelenlévők többsége már azért találkozott a karma és a tudat, működésével, Tehát van öt darab fizikai érzékszervünk, hatodik az a fogalomalkotó gondolkodás, a hetedik a megkülönböztető, nyolcadik az emlékező. Ebben az emlékezőben tárolod mindazt az adatot, amivel korábban a hetes tudat segítségével te bármiféle viszonyt, identitást kialakítottál. Legyen az pozitív identitás, negatív identitás, szeretted, nem szeretted, jó volt, rossz volt, amiben dualitással megcímezted, olyan polaritással tárolódik az a nyolcadikban. Na most, amikor a hatodikat, ezt az állandó fogalomalkotó CPU-t ki tudod kapcsolni egy picit, van egy ilyen aha, akkor ami bejön az első ötön, az a nyolcadik tartalmával találkozik. És ha egyezés van, vagy közel egyezés, az a déjà -vű. Tehát a nyolcadik, az párház tudat minden, amit a hetes megcímzett, azt tárolja. Ha a hatos nem alkotja meg a fogalmat az első öt érzékszervi csatornáról, ha a hetes nem alkot róla a duális ítéletet, akkor átmegy a nyolcasan, és nem ragad meg benne. A meditációban pont ezt csinálod. A nem tudható tapasztalata az a fogalomalkotó tudat világos kikapcsolása, az ítéletalkotó dualitás teremtő tudat kikapcsolása, és így le tudsz választódni mindarról az emlékről, amit a nyolcadikban hordozol nehéz kőként a saját hátizsákodban. És a meditáció ezért megszabadulás, ha jól csinálod. Ha nem, akkor tévét nézel és még raksz hozzá. Még gyártasz, hogy én ilyen vagyok, meg a másik olyan, meg a világ amilyen, meg stb. stb. Tehát a darma az olyan, mint manjus kardja, a Elvághatod az illúziókat is magad elől, de ugyanazzal a mozdulattal magadat is fejbe. Te döntesz. Hogy mikor mondtad, hogy uh, egyszerre mantrázunk, és jön rá a koán, és még a saját gondolataink, hogy például én lehet, hogy így éreztem magam az elején, vagy hogy, hogy, hogy uh, Na hát. Azzal a, például az a meditációs technika, amikor a, amikor mondod a, a Dereninak a végét, azt uh -huh. az utolsó három sort, és hogy közben még jönnek gondolatok, hogy ilyen van, hogy egyszerre két, két dolgot csinálsz, Bizony. vagy ez csak egy ilyen női dolog, hogy... Hát, nem csak női, te! Ez férfiakkal is előfordul, nyugodj te meg. De az a baj, hogy meditáció közben nem java, javasolt. A rosszabb sem te. Tehát, hogy pont meditáció közben, hogy nem átalja az a karma beszennyezni a te gyönyörű dárani élményedet. Hát, hogy lehet ez? Valami nincs rendben. Tehát ez teljesen természetes, hogy előfordul az echo, a vízhang, és szépen elengeded a visszhangot, és maradsz meg a primér tudattartalomnál, tehát a dáraninál magánál. És semmi baj azzal, ami fölmerül a 7-es, 8-asból, hiszen azok a reakciók, azok ott vannak. Minden, amit bármelyik életedből identitásként visszámagaddal magaddal, az szépen megjelenhet az adott pillanatban. És teljesen mindegy, hogy melyik életedben fordult elő. Hogy ebben az előzőben, vagy az azt megelőző bármelyikben. Miért? Mert az éned meg van kötve. És ebben a kötésben léteznek ezek a karmák. És amíg ez a kötés fennáll, addig ez a karma uralkodik rajtad. És amikor ez a kötés megszűnik, akkor tudod te ezt a karmát használni. Addig mondja az ember a mantrát, amíg ezek el nem múlnak és kész, ekkor megszűnik ez a karma. Tehát visszaintegrálod ezt az energiát ebbe a mantrába, pontosan úgy, hogy nem ítélsz ezen karma fölött, nem adsz hozzá plusz információt, és mivel önmagától nem létezik, mert a saját tudatunk hozza létre, ezért meg is tudjuk szüntetni. Csak a létrehozást azt nagyon értjük, a megszüntetést a sokkal kevésbé. Ez a mi munkánk, és nem is kevés. Egyéb kérdés? Én az előbbi mi ez, honnan jön kérdéssel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Én is próbáltam ezt, és, és, valóban kaptam is egyfajta választ, hogy mi ez, honnan jön. És azon elgondolkodtam, hogy de hát az a válasz, hogy az, az mi és az honnan jön. És hogy, hogy ezt meddig kell folytatni, vagy van egy, egy lesz egy érzés, ami azt mondja, hogy, hogy ez az, és nincs tovább, vagy pedig. Annyira jó az irányvételet, hogy nem mondom el. Tehát, ugye jártál már úgy, hogy patakon át kellett menni, és csak ilyen egymás után tett kövek voltak. Rálépte az egyik köre, az valahogy érződött, amíg nem léptél el, nem tudod, hogy érződik, csak látod. Aztán rálépsz a következőre, a következőre, a következőre, és egyszer csak átérsz a túlsó partra. Na most a kérdéssel már a mostani kérdésedből kitűnően nagyon jó bánsz. Tehát egyszer csak egy fókusz van. Mi ez? Honnan jön? Beúszik annak az eredete. Még mozog, még nem stabil. Rákérdezel, mi ez? Honnan jön? Beúszik annak az eredete. Ha ezt megfelelő módon gyakorlod, akkor a tudat előbb-utóbb roham léptekkel megy előre, anélkül, hogy kihagyna bármit, és megáll annál a kiváltóknál, aminél erősebb nincs. Tehát a legerősebbnél fog megállni, mert ott van a legnagyobb énélmény, a legnagyobb pukli, a legnagyobb hullámvasút, ott van. És a legnagyobb energiájú válasznál fog megmaradni. Ezért kell kérdezni, és hogyha ezt begyakorlod, akkor a köztes lépéseket egy idő után kihagyjuk. Miért? Az is önvédelemből van összerakva, vagy esetleg gyakorlatlanságból, vagy bizonyos szokásokból van összerak, vagy szépen részletenként, darabonként megyünk el a legfontosabbig, lehetőleg annyira főszabdalva, hogy ebben az életben ne is érjünk el odáig, csak valahogy mégis haladjunk, ugye? Tehát ilyen nagyon sokszor van. De ha az ember ezt felgyorsítja, és a meditáció felgyorsítja a karma meglátását, akkor egyből ott vagy. És az összes többi rész az, mivel gyengébb, az kimarad. Vagy a megfelelő helyre kerül azon kicsit ahhoz a kérdéshez kapcsolódnék, hogy amikor valakivel beszélgetünk, mire válaszoljunk. Elhangzott egy olyan, hogy meg kell látni az, hogy valóban mire kíváncsi a másik, illetve még ehhez kapcsolódik az, hogy amikor nekem mond valaki valamit, akkor nagyon sokszor azt érzem, hogy már beszél, 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 de hogy valójában nem is azt mondja el, amit mondani szeretne, és hogy ehhez kérnék egy ilyen, de mindkettőhöz kérnék egy ilyen szerszámos ládát, hogy hogy tudom én ezt hogy milyen gyakorlással nem jól Nem szerszámos hanem meccs közvetítést. Mi történik azzal a csapattal, amelyik túlságosan sokáig tartja a saját térfelén a labdát? Letámadják. Ez lesz. Tehát aki úgy beszél, hogy nincs igazából mondani valója, olyan, mint az a nagyon defenzív foci csapat, amelyik állandóan a saját tér felén adogat, passzolgat, és nem teszi a dolgát, hogy átmenjen a másik tér felére, és megpróbáljon gólt rúgni. Hát azok az emberek, akik csak egy irányban beszélnek, és nem hagynak szóhoz jutni, és körmondataik vannak, és nincsen igazából jelentősége, az azért van, mert valójában időt és teret akar foglalni, és nem üzenetet közvetíteni. És ezt egy csatárát tudja vágni. Megfelelően közbenyúl a paszba, és már rohan a kapu felé, ugye, az elcsípett labdával, most valójában mit mondasz? Kérdezel rá, azonnyomban felébred, egy lélegzetvételbe beleszúrsz. Vagy kiemelkedik egy picit egy fogalom, és akkor azt kérdezed, hogy ezt most miért mondod? És hirtelen összerántod ha ezzel a fókusszal az egészet. Lehet ezt negatívan is, hogy kimész a szobából. És rájön, hogy nincs közönség, mert valójában egy kapuzik. A saját kapujára játszik, saját magának mondja, vagy pedig azt mondod, hogy akkor most ebből tanítás lesz. És megfelelő energiatartalommal, megfelelő irányvétellel megtörni ezt a ciklust. Miért? Ha te egy bizonyos érzelmi tartalommal belemész ebbe a ciklusba, az el fog terjedni, mint hogyha egy forgó centrifugában egy pohár tintát öntesz, azon nyomban. Tehát nem düvel szólunk bele, nem frusztrációval, nem türelmetlenséggel, hanem egy nagyon világos iránymutatás, hogy most erről beszélj, erről meg ne beszélj. És ez akkora gellert fog adni a saját ciklusaiba belefeledkezett embernek, hogy aztán emberi kapcsolat legyen a talpán, amik ezt kibírja. És a másik fele hogy hogyan lehet jól ráérezni, hogy valójában mire kíváncsi ő tőlem? Ehhez kell őt sokkal jobban látni, mint ő saját magát. Ehhez kell a gyakorlat. Ezt nem lehet csak úgy verbálisan elintézni, hogy te valójában miért is beszélsz hozzám? Tehát ezt ő nem fogja elmondani, mert pont azért beszél úgy hozzád, mert nem látja belül azt, amit neked kéne ő benne. Jó? Ez fontos, hogy láss, és amennyit látsz belül, annyit fogsz a másikban is. Amit magad elől akarsz, azt a másikban sem fogod meglátni. Mindig onnan kapod a gellert a külvilágból, ahol a karmikus vakfolt van. Amit nem látsz, azt üti a világ. Tudod ki ennek a mestere? A gyereked. A gyerek üti a legjobban a szülőkarmáját úgy, hogy nem tudsz ráharagodni, mert három, négy, öt éves, látszólag nem tudja, hogy mit csinál, de úgy ráérzett, hogy az páratlan. Tehát ha más nem, akkor ez lesz. De nagyon sok mindenkitől lehet még más módon is tanulni. Jó? A zenkőre kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy gyakorlatilag egy nap alatt be lehet járni, tehát hogy így, azt, és gondolom, hogy ha azonosítom, akkor már tévedés, tehát az már hiba, de hogy a bizonyos élethelyzeteket akár így a négy szempontból is meg lehet nézni. A másik pedig, hogy az egység... Először az egyik. Azt mondtad, hogy egy nap alatt. Én olyat olvastam, amikor 80 nap alatt a kör körül. Tehát egy pillanat alatt bejárhatod az egészet, és van, amikor egy adott karmát éveken keresztül tolsz 90-ről 120-ra. És ez nem lineáris. Tehát egyszer itt, egyszer ott, egyszer amott. Tehát van, amit már tudsz, aztán tapasztalsz egy picit, aztán már át tudod alakítani, valamit már föl is ajánlasz belőle más lényeknek, és más játékos még mindig az egyes mezőben van, és még mindig nem indult el a pályán. Tehát szerencsére komplex lények vagyunk mi emberek, és a karmánk az nem egy hadsereg, még hogyha van benne durvaság, akkor sem. A hadsereg az egyenletesen, egyszerre, konvolyban, alakzatban megy. Az ember karmája nem ilyen. Van olyan személyiségelem, amivel nagyon gyorsan haladsz, van olyan személyiségelem, ami nagyon-nagyon sokáig ugyanaz marad. Ott áll a nullán. Az vagy te, és csak is te, és más se és a többi az pedig szépen elkezd alakulni, vándorolni, megtudod, megtapasztalod, feloldod, átalakítod, más szolgálatába állítod. És aztán a kőkemény énelemek, egoalkotók, ezek pedig ott maradnak a nullán. Úgyhogy itt nincs idő. Térse nagyon minőség van. Tehát milyen minőség van benned. És ennek az átalakítása aztán kerül több-kevesebb időben energiába akkor ennek a folytatása, hogyha a 207, tehát hogy a 180-on mondjuk túl haladunk, sokszor eszembe jut mondjuk az avantgárd, vagy a szürrealisztikus, vagy bármilyen művészet, hogy ez gyakorlatilag a, ezt a képességet, vagy nem tudom bölcsesség, nem tudom minek nevezni, hogy ez művészet, vagy valamilyen alkotással lehet. Azt szeretnék, lehetne. de megint csak, ahogy az előbb a más sportágak esetében mondtam, Hogyha ez meg lenne tényleg 270-en, akkor ezek a művészek is, akik az abstrakt expressionizmustól kezdve a különböző avantgárd mozgalmakig jeleskedtek a ráöntött és szétkent festéktől kezdve a különböző egyéb vászon megmunkálási módozatokig, mert tessék a szakértőnőt megkérdezni ott, hogy a festészet történetén milyen elképesztő módszereket találtak ki arra, hogy vászolna vigyenek különböző színeket. Ha ez meg lenne, akkor ők is megvilágosodott művészek lennének, de mivel 180-as tapasztalat az itt nem nagyon volt, ezért a 90-ből nagyon sokszor átmentek a 270-be. Tehát a tudást, az elméletet akarták egy csomószor megfesteni ilyen spontán, mágikus módon. Ez annyira szembetűnő volt a 60-as évek végén, hogy a Tom Wolfnak a festett Malaszt című könyve, vagy nagy novellája, művészi eszéje, ez gyönyörűen leírja, tehát aki ismeri a művészettörténetet, a művészi kifejezés nyelvét, az pontosan meglátta és le is leplezte, hogy itt semmiféle nagy géniusról nincsen szó, itt van egy nagyon erős, piacorientált, expressionista mű, műelmélet, és azt festették meg évekig különböző módszert, tehát követtek valamit, és nem belülről jött a dolog ha megvan a pillanat tisztassága és spontaneitása, akkor ebből a kreativitás is következik. De ha nincs meg, akkor mindig valami másból, vagy valaki másból dolgozol. És hát a művészek az életüket, vérüket, épelméjüket tudják adni azért, hogy eredetiek legyenek, hiszen ők attól azok, akik, hogy eredetiek. De mitől lenne eredeti, hogyha a saját magát sem ismeri? hogyha a saját karmáját sem dolgozza föl. És hogyha nem jut el valami módon ide, akkor nincs meghaladás. Ha van meghaladás, akkor eljuthat egy teljesen transzcendens ékletet állapotba is, csak ehhez nagyon sokszor különböző fizikai és kémiai segítségeket vettek igénybe, és ezért két végén, vagy néha három végén is égették a gyertyát, és marha gyorsan meghaltak. Tehát érezték azt, hogy hogyan lehet felfűteni a rendszert, csak aztán már lehűteni nem tudták, és kiégtek bele. Tehát az elmúlt 5-6 év nagyon komoly tuladagoló sztorikkal van tele, akár az ópiátok, akár a barbiturátok vidékén, és ez pontosan azért volt, hogy haladják már meg valahogy azt, amit ismernek és tudnak, és dolgozzanak valami teljesen másból, valami meg megnevezhetetlen, de annyira eredetiből, hogy mindenki ráfigyel mert a saját kreativitását, a saját lényegét láthatja benne viszont. Azt a mozdulatot, ahogy az keletkezett. Na, ez ritka. Nagyon ritka tisztán, és nagyon ritka úgy, hogy meg is tudja tartani évtizedekig, és nem pusztul bele. Jó? Tehát ezért nagyon-nagyon ritka az, általában csak a gyakorló, valamilyen módon a meditáció tiszta változatán gyakorló művészek azok, akik ezt meg is tudják tartani. És nem pusztulnak bele. Tegyük fel, visszagondolsz arra az énedre, aki még épp hogy csak elkezdett meditálni, és mondjuk tegyük fel, hogy illetében talán először meditált sokat egyszerre, és el, elbóbiskolt ülés alatt, mit tanácsolná neki? Tegyük fel, hogy nem tesszük föl. Tehát rossz hírem van, én még az egy héttel ezelőtti énemre sem emlékszem, nemhogy a 26 évvel ezelőttére, amikor elkezdtem meditálni, és tudod miért? Jobb is. Tehát nagyon lelombozó lenne, hogyha ezt még emlékként itt hordozgatnám, aki akkor voltam. Tehát szerencsére, amikor zen akkor nem állítasz föl egy ilyen önigazoló diaképgyűjteményt. Hogy én bizony mekkorát fejlődtem 26 év alatt, vagy egyéb. Ugyanis, ha ezt fölállítanád, akkor te nem fejlődtél volna sehova. Tehát ilyenkor az a legjobb, ha ezeket a viszonyítási alapokat az ember kiiktatja az életéből, most, ebben a pillanatban, ide teljesen megérkezve, milyen helyzetben vagy? Milyen kapcsolatban? És mit teszel? Ez a mérce. Az ebben a pillanatban látott, hallott, mondott, érzett karma és ennek a visszatükröződése, ez az érvényes. Elbúbiskoltál? Ébredjél föl. Semmi más. A karmánknak a föl, karmánk feladásáról beszéltünk. Mi van olyankor, hogyha pár kapcsolatban felismered a karma, hogy miért vagytok együtt? És Két megüljött. eset lehetséges, vagy még jobban szereted, vagy elrohansz. Egyébként múl is, hogy pont tőlem kérdezett, de azért válaszolok. Tehát... Erre már ágyütem a nélkül is te. Szóval, igen. Na itt ugye arról van hogy ezeket föl kell oldanunk. És. De fel akarod? Nem az, hogy föl kell. Most mondta neked valaki, hogy jobb ember légy? Nem. Nem. Fel akarod oldani? Uh -huh. Tehát megöltem előző életemben. Igen, és akkor? Hogy oldom e ezt meg? Úgy, hogy most szeretet segíted, és ezt ne, lehetőleg nem mondd el neki, mert... Már tudja. <laughs> e és arra emlékszik, amikor azelőtt esetleg ölt meg téged? Mert az arra úgy lenne nem egyensúlyban. Tehát akkor most helyzeti előnybe hoztad őt látszólag, de egy egyensúlyzavar. Nem tárgyaljuk ki ezeket a nagyon komoly dolgokat, akkor, ha nem tudod egyensúlyba hozni. Most képzeld el, hogyha véletlenül meg vissza is igazod, hogy igen, te macsok, én is emlékszem, és még kínosztál is. Tehát ez így nem jó. Ezzel már túl vagyunk. Akkor mondd azt, ami nem vagytok túl, abba segíteni. Igen. Okay. Tényleg, mi az, amiben tudok segíteni? Már segítette? Akkor jó. Vigyázzunk az emlékekkel. Ez nem azt jelenti, hogy elhallgatás és hazugság büntetét követjük el nap, mint nap. Megnézzük, hogy a párunk mit bír el. És nem beszéljük túl. A múlt nem megoldás. A múltat nem tudod megváltoztatni. Az a legnagyobb őszinteség, ha ebben a helyzetben, ebben a pillanatban a múlt, a jelen és a jövő széttagolása nélkül tudtok együtt létezni. Ez az igazi intimitás. És enged meg azt neki és magadnak, hogy nem a múlt emlékeire alapozódik semmi. Olyan kul cool volt. És most is az? Nem. Jó, akkor ebből tanultál. Hmm. Tehát vigyázzunk az emlékekkel, nem szabad ezeket úgy megosztani, hogy a másiknak a, a lelkét összetörje. Még akkor is, ha esetleg gyakorol. Tehát a múltban nincs megoldás. Hmm. A jövőben sincs ebbe a pillanatba csak azt hozd be, ami a kapcsolat szempontjából fontos, oda tartozik, és a többi. Nem többet, és nem is kevesebbet. Ez az igazi művészet, és akkor a párod nagyon boldog veled, és nem is nagyon tudja, hogy miért. Mert csak úgy történnek a dolgok látszólag természetesen. Nincs zavar, nincs interferencia, nincs felesleg, nincs hiány. Na de ez egy nagyon nagy művészet, hogy így legyen. Pár kapcsolatot komolyan művelők, tessék el gondolkodni ezen, hogy mekkora művészet ez. Jó? Megköszönöm mindenkinek a ma esti kitüntető figyelmet, örülök, hogy együtt gyakorlunk. Szeretném megköszönni mindenkinek azt az odaadást, elhivatottságot és erőfeszítést, amit a gyakorlat során tanúsítotok, hogy pillanatról pillanatra félretesszük a szokásokat, visszatérünk ebbe a pillanatba, és együttműködve futjuk azt a spirituális maratont, amelynek nincs is annyira vége, csak ilyen szünetek vannak, ilyen kis szivacsozó állomások, és utána pedig szaladsz tovább új mezben, ha kell. Köszönöm a figyelmet!